Köszöntöm Önöket, a Karcot látják. Mai adásunkban egy ízig-vérig nyári összeállítással készülünk Önöknek. Tartsanak velünk ezúttal is. Ska, jazz és egy csipetnyi big band. Ez a Budapest Ska New Jazz Orchestra, amely tavaly Nagykanizsán adott koncertet. A fellépés bizonyos értelemben történelmi volt a zenekar számára, hiszen ez volt az első közös fellépése új énekesnőjével, Misurák Tündével. Első alkalommal léptek fel itt Nagykanizsán, és aki már böngészte a honlapotokat, vagy a közösségi oldalatokat, sejteti, hogy egy nagyon vidám hangulatú este előtt el, egy picit mesélj magatokról. Hát reméljük, hogy nagyon vidám lesz a hangulat. Nekünk ez a célunk, hogy üdítő, táncra pesdítő muzsikával megfelelő hangulatba hozzunk mindenkit, pontosabban a táncolási hangulatba hozzunk mindenkit. Hát a zenekar tulajdonképpen azzal a céllel jött létre általam, hogy szórakoztató zenét játszunk, és aztán folyamatosan fejlődött a zenekar, saját dalok, lemez, videoklipek, de mindig visszatértünk az eredeti koncepcióhoz is, hogy annyi sok jó világsláger születik különböző stílusokban, amelyekhez, hogyha hozzányúlunk, és a mi stílusunkra mintegy átalakítjuk őket, akkor egy új köntösben ezek a dalok egy teljesen új értelmet tudnak nyerni, és ezt mi nagyon-nagyon élvezzük. Úgy szoktam mondani, hogy a mi koncertjeinken egy átlag pop koncertnél lényegesen több hangszerszólóval találkozik a kedves néző, a kedves közönség. Köszönhetően annak, hogy kiváló jazz muzsikusok vannak a zenekarban. Szeretünk egymásra ilyen jellegű hatást gyakorolni, hogy minél többet inspiráljuk egymást a színpadon, és ettől még élőbb és még szerethetőbb a produkció, mondom én ezt így talán, eddig mindenhonnan nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Aki jár a koncertjeinkre rendszeresen, az két egyforma koncerttel biztos, hogy nem találkozik. Említetted a feldolgozásokat, de azért fontos beszélni a saját szerzeményekről is, hiszen azokból is van. Igen, két évvel ezelőtt jelent meg a lemezünk a Cseh Tamás program támogatásával. Talán az egyetlen egy olyan zenekar voltunk eddig a program történetében, amely ekkora létszámú és egy komplett fúvóskarral kiegészítve még mindig fölvállalja azt, hogy nem playbackről, meg nem egyéb elektronikai eszközökről, hanem az élő hangszerekkel próbálunk hangulatot teremteni a színpadon. És ugye amikor a próbateremben úgymond új dalokon és új szerzeményeken gondolkozunk, akkor az mindig egy jó inspiráció, mert több különböző stílusból érkeznek a muzsikusok. Mindenki játszik több különböző zenekarban, tehát nagyon-nagyon sokszínű a társaság. Emiatt egy picit nehéz is egyeztetni az időpontokat, de ez a fajta zenei sokszínűség, ami a zenekar tagjait külön-külön is jellemzi, ez a zenébe is visszaköszön és kifejezetten előnyös. Egészen friss hír a zenekar életéből, hogy ugye egy új énekesnőtök van Misurák Tünde személyében. Milyen eddig a közös munka? Remek a közös munka, de eddig csak a próbateremben zajlott. Televíziós fellépései már voltak a Tündének, bemutatkozott a zenekarral. Két régi dalunkat a Tünde miatt új köntösbe is öltöztetjük, és ez lesz az első koncertje úgymond színpadon a Tündének a zenekarral, úgyhogy mind a nyolcan fönnállunk mögötte. Úgyhogy ez egy érdekes este lesz számunkra is, reméljük, hogy nagyon-nagyon emlékezetes. Hogy találtatok rá és miért? Miért ő rá esett a választásotok?
A megalakulásunk óta a Tünde már a negyedik énekesünk. Az előző énekesnőnk 2 évig dolgozott velünk, de aztán ő új utakra evezett, más felkérést kapott, aminek mi nagyon örülünk, hogy úgymond ő feljebb tudott lépni. És a Tündét az egyik kereskedelmi televíziós tehetségkutatónak az ének tanárán keresztül sikerült megtalálnunk. Volt casting, és a Tünde bizonyult a legjobbnak. Ő volt egyébként az, aki a jelentkezők közül a leginkább akarta ezt a fajta műfajt. Talán kevesen tudják róla, ugye, hogy ő diplomás színésznő, prózai színész, de nagyon szeret énekelni, és most szeretné kipróbálni magát úgymond ezen a területen is, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon-nagyon inspiratív és nagyon-nagyon határozott elképzelésekkel állt a zenekar élére, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Sokkal jobb egy olyan szólistát kiszolgálni, akinek van egy határozott jövőképe, mint egy olyat, aki kicsit bátortalan, kicsit félszeg. A Tündéből ez teljesen hiány. Ő határozott és dinamikus, és tudja, hogy mit akar, és ez a zenekarból is nagyon-nagyon jó kreatív energiákat szül. Azokat a dalokat, amiket már korábban játszottunk, azok közül néhányat megtartottunk, és újra hangszereltünk, meg új formában öltöztettünk, és jó néhány új dal is készült a repertoárunkban, pontosan azért, hogy a Tündének a habitusához és az ének hangjához minél jobban illeszkedjen. Ő is úgy érzi jól magát, meg mi is így érezzük jól magunkat, hogyha olyan zenei környezet vesz minket körül, ami mindenki számára megfelelő. Ismerősként köszönhetünk itt Nagy Kanizsán, legutóbb talán a Kanizsán volt egy közös fellépésetek. Igen. Ez most egy egészen új terep, hiszen nem is régóta csatlakoztál az együtteshez. Nem, hát annyira nem régóta, hogy ez az első közös munkánk, az első közös koncertünk, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és remélem, hogy minden jó lesz, és fogják szeretni az emberek, akik kijönnek ide meghallgatni minket. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon szeretek ezért a többiekkel, a fiúkkal zenélni, az egy kicsit a Kanizsa Big Bandhez is kötődik, mert ott nagyon-nagyon megtetszett az, hogy sok hangszer van körülöttem, és tényleg nagyon-nagyon inspiráló, és nagyon jó úgy dolgozni, hogy sok a hangszer, és ugye ez is egy nagyobb kiállítású zenekar, tehát egy 8 tagú zenekar, úgyhogy ez volt leginkább az, ami miatt mindenképpen úgy döntöttem, hogy ebbe bele kell vágni. Voltak próbálkozások, az egyik az a Kanizsa Big Bender volt, de ugye ott vendég voltam, tehát egy alkalomra, és volt még Zalaegerszegen egy zenekarom, a Misu és a Jazz Step, akikkel voltunk, de ez egy kisebb kiállítású, klubkoncerteket adtunk, úgyhogy ilyen még nem volt, mert én ugye színésznő vagyok, úgyhogy nekem ez most egy új, egy kicsit más szakma, egy kicsit más lehetőség, egy kicsit más, kicsit ismeretlen terület, amiben most tanulok bele tulajdonképpen. Mondhatjuk akkor, hogy azért új fordulatot vesz az életed. Kellenek azért ezek az ilyen nagy periódusváltások, vagy korszakváltások egy ember életében, vagy akár egy pályafutásban? Szerintem mindenképpen. Tehát mindenképpen tudni kell megújulni, és nekem erre most egy igen nagy dolog is előteremtette ezt a helyzetet, az, hogy én most édesanyja lettem, tehát mióta itt jártam, azóta én nekem van egy 1,5 éves kislányom, és pont akkor döntöttem el, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit komolyabban is foglalkozzak az énekléssel, és kerestünk tanárt, és egy énekstúdióba járok, ahol nagyon jól érzem magam, és amúgy meg igen, a kérdésedre a válasz, szerintem mindig meg kell újulni, és mindig tudni kell megújulni, mert az nagyon fontos, mert akkor mindig előre viszi az ember életét, a saját története. Esetleg épp az anyaság mozdított el az éneklés irányába? Nem tudom, mondjuk megérkezett a kisbaba, és akkor énekelni kellett neki? Hát rengeteget énekeltem neki, most is, tehát ez minden nap. Hát olyan értelemben az anyaság, hogy sok mindent újra gondol az ember. És például ez egy olyan területe maradt az életemnek, amivel keveset foglalkoztam az énekléssel. Tehát mindig egy ilyen jópofa hobbinak tekintettem, hogy én énekelek, mert ugye színésznő a mesterségem, tehát így külön zenekarokban ez mindig egy ilyen
jó mókának tűnt, és most, hogy már komolyabban foglalkozom vele, most lesz egyre nagyobb tétje a dolognak. A kanizsai származású, ma már Londonban élő Hercsik Viktóriának élete első kiállítása nyílt meg egy éve a Medgyaszai házban. A Trópusi Álom című tárlat egzotikus megnyitóján gitárjáték szórakoztatta a megjelenteket. Viktória játékos személyiségét hűen tükrözik a vidám, színpompás képek, amelyeket a Karib-térség természeti, csodái és az ott élő emberek mentalitása ihletett. Hi, aloha, Nagy Kanizsa, üdvözlök mindenkit az első trópusi kiállításomon itt a Medgyaszai házban. Kanizsai születésű vagyok, 1973-ban születtem, itt jártam iskolába, itt nevelkedtem, és külföldön élek már évek óta Angliában, 2004 óta. Rengeteget utaztam, de a szülővárosomhoz mindig hazajövök, és az első gondolatom, mikor kitaláltam ezt a kiállítást, hogy a szülővárosomba szeretném bemutatni. Vászonra festek, mert az nagyon könnyű, és nem kell kereteztetni, nagyon könnyű a falra is tenni. Akvarelfestéket használok, nem olajat, mert olajfestéket is próbáltam, de az nagyon száraz, és erős szaga van, és lassan szárad. Az akvarelfestékkel viszont nagyon könnyű dolgozni, több réteget használok, és nagyon szép, dekoratív, nagyon színesek a képek. Hogyha körbenéztek, akkor lehet is látni, hogy a tukánmadarak és a kókuszpálmák azok ismétlődnek, azokat nagyon-nagyon szeretem. Amikor először láttam Kosztarikában tukánmadarat a dzsungelbe, egyszerűen elbámultam, hogy lehet ilyen gyönyörű madár, óriási csőrrel, színesek, és amikor 2014-ben megint visszamentem Kosztarikába, megint nagyon örültem, hogy láttam őket, már megismerem a hangjukat, és szeretem az egzotikus virágokat, növényeket, nagyon könnyű pálmafát festeni, imádom őket, legyen az sima pálma, kókuszpálma. Gyerekeknek is elkezdtem festeni. Intenzíven igazából egy éve festek, mert előtte utaztam, meg munkahelyi kötöttségek nem adták az időt, és mutattam ismerősöknek, barátoknak egy-egy képet, és nagyon tetszett, és amikor hazajöttem nyáron, kaptam rendeléseket, másoknak is festek, és akkor így alakult ki, hogy mutogattam a kollégáimnak, a kollégáim is rendeltek Angliában, volt rend, akkor alakítottam egy weboldalat, az Etsy.com-on, és ott árulom a képeimet, akkor van saját Instagram oldalam is, és a világ minden tájáról látom, hogy az embereknek, művészeknek tetszik a munkám, és ez is inspirál, ösztönöz,
és a gyerekekkel is szeretnék foglalkozni, ha majd megnézzük, akkor, hogy foglalkozok tollakkal, akkor ilyen kis figurákkal, és a testvérem kislányát is tanítom festeni, már segítettek is itt festeni, meg úgy kreatív életre, és azért is alakítottunk ki ilyen paravánt külön a gyerekeknek, azok kisebb képek alacsonyabban vannak elhelyezve, hogy lássák őket, és végül is, hogy inspirálják. Azt szeretném, hogyha sok kisgyerek is jönne az iskolákból megnézni. Londonban élek, ott is állandóan ilyen trópusi bárokba megyek, sokszor csináltunk ilyen partikat, állandóan visszavágyok ilyen trópusi helyekre. Nagyon sok országban voltam az utazásaim során, 4 évig luxushajókon is dolgoztam, 85 országban jártam, voltam a Hawaii-szigeteken, Tahitin, Bora Bora, ez mind impulzus volt nekem, akkor voltam Fijin, Samoa, amire hajóval eljutottam, ugye máshogy nem tudtam volna. És egyszerűen el voltam bámulva, hogy mennyire gyönyörű ott a környezet, kolibrik szállnak, és akkor mindenhol ezek a óriási kókuszpálmák, akkor vulkanikus tengerpart, fűszoknyában mennek az emberek, persze nem mindenhol, és akkor a kisgyerekek mezítlábot rohangálnak ott a tengerparton, és mindenhol madarak szállnak, majmok vannak, egyszerűen hihetetlen, és ez annyira úgy bennem maradt, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy én is szeretnék így festeni és visszaadni. Például csináltam ezt az ajtókeretet, hogyha itt nézzük. Ezt Londonban, ezt az ajtókeretet utcán találtam, és akkor kitaláltam, hogy szeretnék rá festeni. És akkor megfestettem ezt a Hawaii, ezt a angolul mondják, a hula girl, ezek a lányok, akik ilyen, mindig virág van a hajukban, meg ugye virág koszorú. És voltam Tahitin is, és ott is ugye külön más jelentése van neki, hogy attól függ, hol van a virág. Hogyha a jobb fülné van, vagy a bal fülné van, akkor vagy fejes, vagy pedig hajadon a fiatal lány. A nő és a férfi lélek rejtelmeiről szólt a retro kávéházi esték az egyik tavaszi előadáson a Medgyaszai házban. Gubás Gabi és zenekara az Éjszakai Nesz, valamint Szabó Győző egy mediterrán hangulatú zenés irodalmi estre várta az érdeklődőket. Évvel ezelőtt még Pálffy Zsolt keresett meg, de akkor még egy gyerekprojekten törtük a fejünket, és el is indítottuk ezt a gyerekprojektet. De aztán pár évvel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt mutatta, vagy mondta, hogy neki vannak felnőtt számai is, hogyha esetleg vevő vagyok rá, akkor nagyon szívesen megmutatja, és mondtam neki, hogy természetesen, bár nem vagyok énekesnő, és nem is ezt gondolom magamról, de előadó művészként mindenképpen megfogtak ezek a számok, úgyhogy 4 vagy 5 éve járjuk az országot. Egyébként a testvérem adta a nevünket, az Éjszakai Nesz zenekart, megalakítottuk az Éjszakai Nesz zenekart, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó prózai színészként, hiszen nekem mindig is szívem csücske volt az éneklés. Kétfajta színész létezik, aki nem szeret énekelni, utál énekelni, és aki szeretne, én a szeret csoportba tartozom, és így nagyon jó, hogy koordináltan van az éneklés, tehát hogy konstansan az életemben, hiszen zenekarom van, és így járjuk az országot, és nagyon szívesen fellépünk. És már így, hála Istennek, megtaláltam a partnert is,
és a győző személyében, illetve mások személyében is, hiszen a Fenyő Iván, Kamarás Iván is csatlakozott ehhez az estéhez, úgyhogy nagyon örülök, mert örülök, hogy ők is szeretnek prózai színészként énekelni, és kapva kaptak az alkalmon, hogy van egy ilyen lehetőség, amikor önmagunkat adhatjuk, és ráadásul énekelhetünk is. Mi egy színházban dolgozunk a Gubás Gabival, egy társulat tagjai vagyunk, bár már nagyon régóta ismerjük egymást, és vannak ezek az öltöző, ugye, a folyosói beszélgetések, amikor ugye csinálunk valamit, akkor megmutatjuk a másik tag, mire készülünk, mivel. És akkor szép lassan így gyanakult, hogy a Gabi megmutatta a dalokat, a szerzeményeket, mely dalokat dolgozott föl, milyen versekkel készül, szeretek-e énekelni, de szép lassan konkrétan behúzott, becsábított nőként, a férfit becsábított ebbe a produkcióba. Úgyhogy én nagyjából így kerültem bele, mert azért azt tudjuk egymástól, hogy ki milyen, ki mit szeret, ki milyen irányba szeret elmozdulni, és nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretem az ilyen jellegű dolgokat, meg szeretem a Gabit is, úgyhogy az így egy jó kis találkozás. És hát alapvetően mégis ő viszi az egészet, és én vendégként a közepénél vége felé megérkezem, és akkor kiegészítem, mint a férfi a nőt, és a nő a férfit. Abszolút a Zsolt ötlete volt, illetve ez az ő kis világa, tehát ez a bosszanovás latinos stílus, amit viszont én adtam hozzá, az a versek szeretete. Tehát, hogy én ezt a kompozíciót találtam ki, amivel egy kicsit úgy látom, hogy egyedivé tettük a műsort, hogy a versek egészen más magaslatba emelik a bosszanovás stílust, a latinos zenéket, illetve a latinos zene szintén magas, más dimenzióba szólal meg egy vers utána. Úgyhogy nagyon, nagyon szeretem, hogy ez a két szerelem, a vers és a zene egy műsorban ott van. Egyre várlak. Nagy fák is várnak büszke terepéjjel. Rideg vagyok, és reszketek is néha. Egyedül olyan borzongós az éjjel. Ha jönnél, elsimulna körülöttünk a rét, s csend volna, nagy csend. De hallanánk titkos éjjeli zenét. A világirodalom legszebb gyöngyszemeiből válogattam, úgyhogy van 1500 éves verset is hoztam. Én azt gondolom, hogy a vers örökérvényű, mint ahogy minden más, minden mű örökérvényű, csak a versnek megvan az a titka, és nem akarom összehasonlítani a regénnyel, vagy a bármely más nagyobb lélegzetvételű olvasmánnyal, de a versnek az az egy előnye van, hogyha gyors segélyre van szükségünk, kapaszkodóra, akkor az viszonylag hamar megkapjuk, úgyhogy én bátran ezt a vers szeretetet szeretném átadni a műsorral együtt, illetve a zene szeretetét. A sanzonokat, ugye a megzenésített verseket, ezért vannak világslágerek, egy kicsit átdolgozza, kicsit újra gondolva. Tehát én szeretem, én nem feltétlenül csak a drámai, vagy mondjuk amit sokan tudnak, vagy ismernek rólam, ezt a komikusi vonalat viszem. Budapesten a színházabban elég sok drámai szerepben is bemutatkozom. De az ember próbálja ki magát sokféle műfajban, úgy, mint a zenés, a drámai komik, a táncos zené, akkor akár az operett, amihez még nem volt szerencsém. De ezeket szeretem, hogy kívás egy ilyen, akár egy tévéműsor, így, ahol a tánctudását mutatja meg az ember, vagy volt az a tévéműsor, ahol énekeltem a Király Lindával. Tehát azért sokféle fajta dolog van, úgyhogy azt hiszem szeretem, és dubickolok, szeretem az ilyen. Szeretem, hogy elmegyünk
akár más városokban is. Tehát alapvetően mégis Budapesten élünk, ott dolgozunk, ott játszunk, de ezek a kiruccanások, a jó értelemben vett kiruccanások, ezek nagyon jók, meg az építő dolgok. Azokra fűztük fel, hogy mi motiválja a nőt, a férfit, vagy mi az, ami közös bennük, vagy közös lehet, vagy milyen egy női lélek. És természetesen itt önmagamról fogok beszélni, hiszen nőként én képviselem ezt a fajta részt az esben, és van egy másik felem, partnerem, Szabó Győző most, aki pedig a férfi rejtelmeibe, férfi lélek rejtelmeibe vezet be minket. Nagyon sok olyan előadásban vagyok, ahol vagy szerepeltem, ami ilyesmi dolgokat boncolgat, mondjuk a már-már világirodalom íróin, szerzőjén keresztül, miután ez egy saját dolog, egy saját válogatás, így aztán oldatlan, hogy az ember találkozik saját vonatkozással is, az életében lesett és megértett pillanatokkal, de mégis azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy mi adjunk most a nézőknek. Persze a ráismerés az előfordul, az ilyen van. Próbák során ezért persze a szövegekkel, amikor találkozunk, és akkor lefordítódik, kicsit átemelődik a saját életünkbe, a saját civil, vagy a privát életünkbe, az előfordul. Vannak aha élmények mindenhol, minden szituációban, mindig meglepjük a másikat, de mégis a dolgunk az, hogy mi közvetítsük ezt kifelé. Ezzel mai adásunk végére értünk, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten újabb nyári válogatással várjuk Önöket, addig is viszontlátásra!